Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban megnézzük, hogyan lehet az ajtó műanyagjairól eltüntetni ezeket az ilyen rugdosás nyomokat, mert gondolom már sokan észrevettétek, hogy amikor letörlitek, akár műanyag tisztítóval, akár egy APC-vel, egy mikroszálas kendővel, akkor úgy egy része eltűnik, egy része meg nem. Úgyhogy megnézzük, hogy mi itt a csel. Csapassuk! Nos, hát ugye 100%-ra nem tűnt el, még így sem, mert azért valami már tényleg ilyen kopás rajta, de nagyon sok lejött. Ugye amit először csináltam, az volt, hogy egy APC-t fújtam a kefére, vagy ecsetre, azzal ugye bedolgoztam, az lehozta a túlnyomó részét, aztán használtam egy ilyen kis dörzsi szivacsot, ilyen, hát nem a mosogató szivacsnak a dörzsis részét, mielőtt valaki azt mondaná, hanem egy ilyen szivacsnak a dörzsibb részét, ami kifejezetten ilyen célokra van, ilyen műszerfalistársai. Azt is az APC-vel, hogy még többet lehozzam, és ugye utána pedig kapott egy ilyen műanyag ápolót. Úgyhogy nem tűnt el 100-ra, de azért már túlnyomó része lement. Úgyhogy ezzel a videó ez ennyi is volt, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyitni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!